Május közepén a népes vaddisznókonda teljesebb állományban mutatkozik. Ha ilyen tájt erdőt járunk, feltétlen legyünk nagyon figyelmesek, hiszen a vaddisznókocák vehemensen védelmezik malacaikat. Véletlen találkozáskor úgy mozogjunk, hogy szabadon menekülhessenek népes családjukkal. Már-már a nyarat idézik a májusi bakonyi reggelek. A friss zöld mezők, erdők, melyeket idén eddig lényegesen több csapadék öntözött, mint tavaly. A természetben ekkor zajló változásokat Kányádi Sándor Májusi Szellő című versével érzékeltetjük. Alma virággal futkos a szellő, akár egy kócos, semmire kellő. Kócosnak kócos, de nem mi haszna? Okot nem áld ő soha panaszra. Füttyöget olykor, mintha ő volna a kertek kedves sárga rigója. Meghintáztatja ágon a fészket, leszáll a földre, fűhegyen lépked. Illeg és billeg, s ha dolga nincsen, elüldögél egy kék, ne felejtsen. Mufloniknál békésen, de külön folyik az anyajuhok és bárányok, illetve a már korosabb kosok élete. Legelés, legelés és legelés. Lehet ennél jobb program egy muflon csapat számára a nap 24 órájában. A gazdag esőknek köszönhetően talán a legjobb mező tárul eléjük, amit csak adni képes az év. Tele gyógynövényekkel, nedvdús, gazdag beltartalmú fűvel. Gömbölyödnek is szépen, szarvuk íve is lendületesen halad a körív mentén. A májusi szarvasbikák már túl vannak a kezdeteken, intenzív növekedéssel alakul agancsuk, de még csak az alapok után tartunk közvetlen. Elég sok csontot kell felrakni a természetnek szeptemberig. A növekedés viharos tempója tehát nem véletlen. A tehenek élete sokkal egyszerűbb, a gazdag bakonyi legelők friss harmatú rétjein, ilyenkor öröm a táplálkozás. Kevés megejtőbb látvány van, mint egy pár hetes, hónapos, pettyes, a fűben pihegő szarvas borjú vagy őzgida. Ha meglátunk egy ilyen szuszogó csöpséget az erdőben, még véletlenül se közelítsük meg. Semmi esetre se érjünk hozzá. Anyja ugyanis a szagáról ismeri meg. Ha emberi szagot érez rajta, a sorsára hagyja, és ez egyenlő a csöppjószág halálos ítéletével. Tehát ne nyúljunk hozzá!